A mai videóban azt nézzük meg, hogyan teszi tönkre a szervezetünket a gyomorsav csökkentő, a gyomorsav lekötő. Szeretettel köszöntök mindenkit! Először is szeretnélek figyelmeztetni, hogy ez a videó nem abból a célból készült, hogy bármilyen gyógyszernek a szedését abbahagy, kizárólag oktatási célokat szolgál, minden esetben egyeztes az orvossal. Mielőtt belevágunk a savcsökkentők által okozott károk felsorolásába, fontos azt tisztán látnunk, hogy az orvosok nagyon sok esetben félrekezelik a gyomorral és a gyomorsavval kapcsolatos problémákat, betegségeket, és az emberek jelentős többsége szintén félreérti a helyzetet. Amikor feljön a nyelőcsőn a sav, tehát refluxunk van, teljesen logikusan hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy sok a savunk, mert hát jön fel. A gyomorban a gyomorsav nagyon savas, majdnem annyira savas kell legyen, mint a sósav, ami képes a fémeket is szétmarni. Tehát ha az a gyomorsav jönne fel, aminek tényleg lennie kell a gyomorban, az teljesen átparná a nyelőcsőfünket egy idő után, és meghalnánk. Tehát az a sav, ami feljön, bár savas, de messze nem olyan savas, mint aminek lennie kell, és pontosan azért jön fel, mert nem elég savas, ugyanis a gyomor és a nyelőcső találkozásánál lévő záróizmot, ami elzárja a gyomrot, a gyomorsav savassága szabályozza. Tehát a testünkben ki vannak épülve a komplex védőmechanizmusok az ellen, hogy a gyomorsav ne kerüljön ki a gyomron kívülre. A protonpumpa gátlók rendkívül erős gyomorsav termelődés gátlók, az orvosok gasztritis, reflux és gyomorfekély esetén írják fel őket a legtöbbször. Képesek a gyomorsav termelődést 99%-ban gátolni. A világon és Magyarországon is a top 5 leggyakrabban használt gyógyszerek között vannak, mindjárt az antibiotikumok és a vérhígítók után, úgy is mondhatjuk, hogy orba szájba szedik őket az emberek. A protonpumpa gátló gyógyszerek gátolják a hidrogénkloridot, a gyomorsav fő hatóanyagát előállító pumpa, tehát a hidrogén-kálium pumpa működését. A szedésének az első gyakori tünete a fejfájás és a hányinger, leginkább azért, mert nem szabadul fel az epesav az epehólyagból, ugyanis az epesav megfelelő működéséhez szükség van a gyomorban a kellő mennyiségű gyomorsavra. A következő gyakori következménye a puffadás, a bélgáz, a hasfájás, a hasmenés, a székrekedés, mivel a lecsökkent gyomorsav mennyiség a fehérjéknek a nem megfelelő emésztéséhez vezet, tehát nem bomlanak le a fehérjék rendesen, nincsenek megfelelően előkészítve a gyomorban a beleg számára, mert ugye nincs elég gyomorsav. Ezzel összefüggésben a szorongás és a stressz szintén következménye a gyógyszer szedésének, mivel azáltal, hogy ugye nem bomlanak le a fehérjék, nem áll rendelkezésre elegendő aminosav, az aminosavok pedig kellenek a neurotranszmitterek előállításához, szerotonin, dopamin, GABA, elengedhetetlenek a jó hangulathoz, a boldogsághoz, a jó alváshoz. Aztán jön a fáradtság, mivel B12 és vashiány is kialakulhat. A vas és a B12 felszívódásához különösen fontos az elegendő és erős gyomorsav. Későbbi fázisban csontproblémák, csonttörés jelentkezhet, mivel a kálcium felszívódásához és a kollagén lebontásához is bizony szükség van a kellő mennyiségű és kellően erős gyomorsavra. Csak hát ugye a gyomorsav csökkentő gátolja a termelődést, így hát nincs belőle elegendő. Csökken a vitaminfelszívódás, főként a C, a K és a B vitaminok, melynek tünetei az immungyengülés, a fáradékonyság és az izomerő csökkenés. Elszaporodhatnak a baktériumok a vékony bélben, ez ugye a sibó, elszaporodhatnak a gombák, például a kandida, és megnő a Clostridium difficile fertőzésnek az esélye is. Ez ugye azért van, mert a gyomorsav egyik fő feladata az ételekkel bevitt gombák és baktériumoknak az elpusztítása, tehát a gyomorsavnak egyben fertőtleníteni is kell az ételeket. De így, hogy ugye csökkentjük a mennyiségét, hát egy idő után már nem fognak elpusztulni a gyomorban ezek a kórokozók. A protonpumpa gátlók növelik a memória romlása, kolitisz és a polipok kialakulásának esélyeit, illetve csökkent vese és máj funkciókhoz is vezethetnek hosszú távon. Marketinges kifejezéssel élve a protonpumpa gátlók nagyszerű eladást növelő eszközök, hozzájárulnak ahhoz, hogy a betegnek utána újabb gyógyszereket lehessen majd eladni.
Köszönöm, hogy végignézted ezt az 5 részes videósorozatot, és bízom benne, hogy tudtam neked segíteni abban, hogy jobban megértsd a szervezetedben zajló folyamatokat. Nézd meg a videósorozat korábbi részeit is, oszd meg őket másokkal, feliratkozás után pedig kattints a harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!